Húsvéti kavalkádot rendezett a Szivárvány óvoda. Huszkáné Tóth Ildikó, tagovoda vezetőt kérdeztük. Húsvéti kavalkád néven rendezett rendezvényt a Szivárvány óvoda. Erről kérdezik Huszkáné Tóth Ildikót. Köszöntöm Önt, miért is rendezték meg ezt a húsvéti rendezvényt, és mikkel is találkozhatnak ide a kilátogatók? Ugye ez az első alkalom, hogy rendezünk ilyet. Már 2 éve, hogy volt bálunk, abból volt általában belétele az óvodánknak, és hát elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mi vagy bálat nem tudtunk rendezni, hogy mit tudnánk kitalálni helyette, és hát lett egy ilyen ötletünk, hogy pontosabban ez úgy indult, hogy csinálunk süti vásárt, ez szülőktől jött ez az ötlet, de aztán utána néztünk, hát olyan, hogy süti vásár nem lehet, mert ugye ahhoz különféle engedélyeket kellene beszerezni, de hogyha már kézműves termékeket is árulunk, akkor megrendezhető, és akkor ezt így felvetettük a kollégákkal, megbeszéltük, és tényleg azt mondták, hogy hát persze, jó ötlet, és pont így húsvét előtt erre le is lehetett csapni most, mert ez szerintem ez így aktuális is, és van rá kereslet is, és ehhez aztán az SMK is kicsit oda tette magát, és úgy gondolta, hogy betársul és segít nekünk ennek a megrendezésében. Van olyan SMK-sunk, aki itt egy a projektek közül, ő a Bukor René, nem tudom hirtelen melyik projekthez tartozik, de ők is betársultak hozzánk. Ők kézműves tevékenységgel, egy kis tánccal, tojáskereséssel jöttek. Az önkormányzathoz fordultunk, ugye a hely miatt egyebek, és ők is nagyon jó ötletnek találták ezt a rendezvényt, és ők felajánlották az ugrálóvárat, meg a szerencsekereket, meg a helyszínt, meg ugye asztalokat, padokat, aminek szintén nagyon örülünk, és nagyon köszönjük ezúton is nekik, hogy ők is segítenek bennünket ezzel. Hát annyira tényleg mindenki a szívén viselt ezt a rendezvényt, hogy a szülők nagyon szívesen hozták, ahogy meghirdettük a sütiket, tehát zömében azt a sütit áruljuk itt, amit ők felajánlottak, amit ők sütöttek, amit ők hoztak. A kézműves munkák az abból adódott össze, hogy az óvoda csoportjai csináltak, vagy felajánlásokat kaptunk, mondjuk konyharuhát Pignickiéktől, vagy szülők készítettek kis apróságokat, tehát sokan nagyon szívükön viselték a dolgot, és most ebből jött ez a kavalkád. Hát ebből próbálunk valami kis bevételre szerteni, és hát nagyon örülök neki, hogy jó a hangulat, sokan vagyunk, és ez a legfontosabb, úgy gondolom. És hogyha ha jól sikerül, akkor jövőre is ebben az időpontban szeretnék újra megrendezni. A Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek sikereiről kérdeztük Peter Réka Berenikét és Cirok Zoltánt. A Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola növendékei az elmúlt időszakban több versenyen is részt vettek. Ennek az eredményeiről kérdezzük Cirok Zoltánt és Peter Réka Berenikét. Köszöntelek titeket! Mik voltak ezek a versenyek, és milyen eredményekkel zárták a növendékek? Több versenyen is voltunk ebbe a tanévbe. Én azt hiszem, hogy részemről a részfúvósokat kell, hogy elmeséljem. Indult, nagyon nehezen indultak ezek a versenyek, mert ősszel egy megyei részfúvós verseny lett volna, de sajnos a Covid miatt elmaradt, tehát november végén nem tudták megtartani Mórahalmon a megyei részfúvós versenyt. Erre készültünk nagyon, mind kürtösökkel, trombitásokkal, tenorkürtösökkel, de sajnos nem tudták megtartani. Ezután volt egy országos kürtversenynek a válogatója, amit január közepén hál' Istennek meg tudtak rendezni, és ezt azért is mondom, hogy hál' Istennek, mert 2 növendékemmel indultunk az iskola nevében ezen a versenyen, és az egyik növendékem tovább is jutott az országos döntőbe. És ezen kívül volt egy megyei kortárs zenei verseny,
Ezt szentesen rendezik meg minden évben, és ez március legelején volt, és ide nem csak részfúvósokkal mentünk, hanem a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskolának a fuvola tanszaka, majdnem az egész tanszaka, de sokan megjelentek, sőt egy zongorával kiegészített produkció is volt. Én szerintem erről most Réka meséljen egy pár szót. Hát igen, szentesen lett megszervezve ez a kortárzenei találkozó, ami minden évben van, de sajnos a Covid miatt 2 éve vagy online volt, vagy nem volt megrendezve, úgyhogy mi végig készültünk rá az egész online oktatás, meg minden alatt, hogy hátha, és most idén sikerült, és hát 5 növendékem mert vittem el szentesre, és hát 3 dicséret és 2 Nívó díjat nyertek ketten. Munkámban segítségemre volt Horváth Lívia is, ugye, aki a zongora kísérőnk volt, és az ő egyik növendéke kísérte az én egyik növendékemet, akik egy testvérpár. Úgyhogy sikeresnek mondanám ezt a szentesi versenyt most idén nagyon. Réka nagyon szerény, mert nem csak a növendékek kaptak nívódíjat, illetve dicséretet, hanem pont a mi iskolánkból 2 tanár munkáját kiemelték. Az egyik pont a kolléganő Rékának a munkáját, mert nagyon sok növendéket és vitt és eredmény értek el, illetve Horváth Lívia tanárnő zongora kíséretét dicsérték meg nagyon, és ezt dicsérő oklevéllel köszönték meg a munkátokat. Fuvolista részről dicséretben részesült Kovács Dorottya Regina, Sebők Dóra és Szabó Szintia, és nívódíjban részesült Répanta Hanna és Polgár Loretta. Ő Polgár Lorettát kísérte, Polgár Benedikta, aki Horváth Lívia növendéke, és akkor ők így kaptak nívódíjat. Igen, hát hogyha itt tartunk, akkor nekem is 2 kürtös növendékem. Kürtöcske egyébként, mert olyan piciny lányok, hogy mindenki azon csodálkozott itt a versenyen is, hogy jaj, hát ezek a leánykák hogy bírják ezt a hangszert egyáltalán? Úgyhogy ha úgy mondom, hogy kürtöcskék voltak, hát ők is nagyon szép eredményt értek el, mert elvarázsolták a zsűrit, pont a termetükkel és a muzsikájukkal, és kiemelt nívódíjat kaptak mind a ketten. Sőt, a gömöri virág, az még a zsűrinek a külön díját is kiérdemelte. A mindkettőhöz természetesen hozzátartozik név szerint Molnár Hanna Kata. Tehát részemről 2 növendék szerepelt, Molnár Hanna Kata és gömöri virág. A közeljövőben még milyen versenyekre készülnek ezek a tanszakok, vagy így a művészeti iskola? Hát nálunk nem a közeljövőben lesz-e valami, mert ugye jeleztem, hogy volt egy területi országos kürtversenynek a területi válogatója, ez Szegeden a konzervatóriumban tartották meg, ahol 3 megyéből jelentkeztek, tehát 3 megyének a művészeti iskoláiból jelentkeztek a kürtös növendékek. Sokan vadászkürtnek nevezik egyébként, mert régen a vadászkürtbő alakult ki, és így ismerik még most is a hangszert, mint kürtöt, de ezt a kürtösök kikérik maguknak, és mindig problémát is csinálnak, hogy ők nem vadászok, ők már csak kürtösök. Jó, tehát akkor az országos kürtverseny válogatóját, szakmai zsűri bírálta, pontozta, 3 fős, mindenki 20-20 pontot adhatott maximum, tehát így 60 pont jöhetett ki, és összesen, és ebből Gömöri Virág 49 pontot kapott, a Molnár Hanna Kata pedig 47 pontot.
Hát ebből az alakult ki, hogy 48-nál húzták meg a határt, és sajnos a Hanna nem jutott tovább az országos döntőre, amit kisújszálláson rendeztek. De Gömöri Virág annál nagyobb lelkesedéssel, és a válogatóra vitt két darabon kívül volt egy kötelező, meg egy szabadon választott darab. Ezek után nagyon gyorsan meg kellett január közepétől tanulni még két darabot, amit a döntőbe kellett játszani kis újszálláson. Ide összesen az országból 60 növendék jutott be négy korcsoportba. Virág a második korcsoportba szerepelt, ebbe 18 növendék szerepelt, indult, jutott be tulajdonképpen, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a területi válogatón Csongrád megyéből az összes korosztályból csak Virág jutott tovább. Tehát Csongrád megyéből ő az egyetlen továbbjutó, hát és ez, hogy pont egy kisteleki növendék. Aki egyébként, hát lehet, hogy ismerő sok mindenkinek a Gömöri név, mert hát az édesapját is én tanítottam annak idején harsonázni, és most kollégák vagyunk. Tehát egy kollégának a lánya az, akit fölkészítettem, akkor mondjuk többes számba tisztességesen apukával együtt fölkészítettünk erre a versenyre. És a kisújszállási versenyen a zsűri külön díját érdemelte ki. Sajnos nem tudtunk első, második, harmadik díjat kapni, pedig nagyon bizakodtunk benne, mert a korosztályához képest nehéz darabot, szépen játszott, hát de azt is hozzá kell tenni, hogy ide az országos versenyre tényleg a legeslegjobbak jutnak be, és nagyon büszkék vagyunk erre a külön díjra is. Természetesen folyik tovább a munka, és ezekkel a csodálatos gyerekekkel, akik nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy minél jobb eredményt érjenek el, mert azért akár a fuvolisták, akár a zongorista növendék, akár a részfúvósok, ezek a gyerekek nap mint nap kapcsolatban vannak a hangszerrel, gyakorolnak, tanulják azokat a darabokat, amikkel egyik versenyre mennek, másik versenyre mennek, szerepelnek, mert ugye ezekre a versenyekre föl is kell készülni, tehát olyan módon is föl kell készülni, nem elég, hogy megtanulják a darabot, hát a színpadi kiállást, mindent hozzá kell tanulni, és ez a legkeményebb dolog, az adott pillanatban teljesíteni, és folytatódik tulajdonképpen a versengés, mert ami ősszel elmaradt, a megyei részfúvós verseny, most megint kinyitották az országot, mosolygunk, és április 29-én megyünk Mórahalomra, és a részfúvós tanszakunkkal megmérettetjük magunkat. Ott már nem csak a kürtösök, hanem trombitás növendégek is fognak szerepelni. A Dakó Lajos tanár úr is egy kürtös növendéket hoz a megyei versenyre, illetve Magyar Bálint tanár úr is egy trombitás növendéket hoz még rajtunk kívül erre a versenyre. Úgyhogy megyünk tovább, hajrá, hajrá lányok, hajrá fiúk, dolgozzunk! A kisteleki óvoda, bölcsöde és minibölcsöde 2022-2023-as nevelési évének beiratkozásáról kérdeztük Sejben József igazgatót. A kisteleki óvoda, bölcsöde és minibölcsöde 2022-2023-as nevelési évének beiratkozásáról kérdezzük Sejben Józsefet, az intézmény igazgatóját. Köszöntelek, mit is tudhatunk a beiratkozásról, hogyan is fog zajlani, mikor lesz pontosan, és milyen dokumentumokkal kell érkeznie az itt látogató szülőknek. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kisteleki Városi Televízió nézőit, hallgatóit és kedves szülőket.
Amit az óvodai bölcsődei beiratkozásokról legfontosabb tudni, hogy az időtartalma ez május 2-től május 6-áig fog tartani, tehát egy teljes hetet szánunk erre a dologra, hiszen, mint mondtam, a mini bölcsödébe, a bölcsödébe és a két kistelki óvodába is nálam lehet beiratkozni. Ami a nagyon fontos, hogy ezeket az időpont egyeztetéseket, tehát továbbra is tartjuk, és ez jól működik, hogy fél óránként várok egy szülőt vagy egy beiratkozó gyermeket, és akkor ezt az időpontot akár telefonon, akár e-mailben is lehet kérni. Most, mivel a járványügyi helyzet ezt már engedi, hogy maszk nélkül is be lehet jönni, tehát így szerintem a személyes jelenlétet javaslom én, de mondom, mindig lehet arra lehetőség, van arra lehetőség, hogyha valaki e-mailbe elküldi a szükséges dokumentációkat, akkor azt is meg tudom ejteni, hogy ez rendben legyen így is a beiratkozás. De nyilván a személyes jelenlét az azért fontos, mert egyéb kérdések menet közben is, ami adódnak, akkor én egyből tudok tájékoztatást adni a beiratkozással kapcsolatosan. Amilyen dokumentáció kell, az pedig a gyerkőcnek a születésanyagkönyvi kivonata, a lakcímkártyája, tajkártyája. Ha ezek megvannak, és ezen felül még fontos, hogyha van a gyerkőcnek akármilyen határozata végzése, amely egyéb kedvezményekre jogosítja a gyermeket, akkor azokat is be szoktuk kérni. Ilyen például, hogyha valakinek van gyermekvédelmi támogatásban részesül, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, vagy halmozottan hátrányos, vagy hátrányos helyzetű, tehát ezeket a papírokat is le szoktuk fénymásolni, és kellenek. Hány csoport fog indulni ebben a nevelési évben? Elméletileg most az 2022. szeptemberben induló tanévben az lesz a helyzet, hogy a Szivárvány óvodába 2 kis csoport indul, és a Hétszínvirág óvodába 1 kis csoport fog indulni. De nyilván ez majd még képlékeny, tehát május végét muszáj megvárnunk, hiszen fontos, hogy mennyi gyerek fog beiratkozni az óvodákba, és az is fontos, hogy mennyi gyerek marad vissza a mostani nagycsoportosok közül, és még tavaly egész jó volt a helyzet, hogy sokan elmentek iskolába, itt a Szivárvány óvodába is erre emlékszem, hogy csak egy kisgyerek maradt vissza, most ez a létszám 10 fölött van, tehát ez azt jelenti, hogy a férőhelyek kicsit kevésbé lesznek nyitottak, ami azt jelenti, tulajdonképpen, hogy a következő tanévben magasabb csoportlétszámok várhatóak, tehát az maximális 25 fölöttiek is elő fognak fordulni. Úgyhogy ezt meg úgy szoktok ilyenkor megoldani, hogy minden évben általában meg szoktam kérni a fenntartót, mert a törvény engedélyezi azt, hogy a fenntartó engedélyével ez a 25, ez 30 főig kitolható. És akkor, hogyha ez az engedélyünk meg lesz, akkor várhatóan 25 és 30 fős csoportjaink lesznek jövőre. A bölcsödét hogyan érinti ez? A bölcsödében igen, teljesen jó, mert majdnem elfeledkeztünk. Hát kezdjük a legkisebbekkel, ott a mini bölcsödékben annyit kell tudni, hogy ott olyan korú gyerekek vannak, akik jövőre is maradnak, tehát jövőre, úgymond a mini bölcsödékben valószínűséggel nem tudunk senkit se fölvenni. A bölcsödéből viszont jönnek át óvodába gyerekek, és az ő helyükre lehet iratkozni a bölcsödébe, tehát a bölcsödébe tudunk fogadni gyerekeket. Hogyan is fogják megtudni a szülők, hogyan is fog ez zajlani, hogy ide az óvodában bekerült a gyermekük? Ez fontos kérdés, így van. Tehát, mint említettem, május 2-a és 6-a között, ha lezajlódik a beiratkozás, utána az lesz legalább május vége, mire tudunk arról dönteni, hogy a mini bölcsödébe és óvodába beiratkozó gyerekek közül ki az, aki felvételre kerül, esetlegesen ki az, aki nem. Nyilván ugye az óvodák azok kötelezőek a 3 éves kortól, és itt fontos megjegyeznem azt, hogy itt a lendő magas létszámok miatt elsősorban azokat fogom fölvenni, akik augusztus 31-ig betöltötték a 3. életévüket, hiszen ő nekik kötelező szeptemberben óvodát kezdeni. Azok a gyerekek, akik nem töltik be a 3-at, majd csak október, november, decemberben, természetesen ők beiratkozhatnak, de ők nem biztos, hogy be fognak tudni kerülni, attól függ, hogy a létszámunk hogy fognak alakulni. Nyilván, és hogyha megtörténik a beiratkozás, május végéig mindenkit határozatba a postán fogunk értesíteni arról, hogy sikerült az óvodai bölcsödei felvétel. Nyilván a szülőnek a döntésemtől a döntést megkapását követően 15 napon belül fellebezési joga van, és akkor ezt az önkormányzatnál megteheti, a jegyző úrhoz kell benyújtani ezt a fellebezést, és akkor ő összehív egy bizottságot, és akkor ez újra tárgyalásra kerül. Erre talán az utóbbi 10 évben egyszer vagy kétszer került sor, de a szülőknek fontos, hogy ezzel a jogukkal élhetnek. A Csongrád-Csanád megye tortája verseny eredményhirdetésén részes stábunk is. Ezt tekinthetik meg a következőkben.
Csanádvezércsemegéje lett idén Csongrád-Csanád megye tortája. A Csongrád-Csanád megyei önkormányzat által meghirdetett versenyre a nevező cukrászoktól olyan új, kreatív alkotásokat vártak, amelyekben a térség jellegzetes gyümölcsei, zöldségei és fűszerei kapnak főszerepet. Az eredményhirdetésen részt vettek a zsűri tagjai és Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat elnöke. A rendezvény kezdetén Gémes László összegezte a versenyt. Megmutatjuk ezt az értékünket is, hogy milyen kiváló szakemberek vannak és dolgoznak a megyébe, és hát a megyében termett alapanyagokat is használták igazán föl a tortákhoz. Van, amelyik ugye maga a nevében is hordozza a megyei gyümölcsöket, akár zöldséget is, mert itt is van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a program, ezt szeretnénk a jövőben is folytatni, és hát szeretnénk a fiataloknak, a gyerekeknek megmutatni, hogy mennyi megyei értékünk van, és miért is jó itt Csongrád-Csanádban vagy éven élni. 9 nevezés érkezett a szakmai megmérettetésre, a zsűri ezek közül választotta ki azt a 4-et, amelyek a második fordulóban már a versenyzőknek a szakemberek előtt kellett elkészíteniük. Ekkor a zsűri tagjai ellenőrizték a technológiát és a receptek pontos betartását is. Végül a Szegedi Virág Cukrászda mestercukrásza Gyuris László által készített torta lett a nyertes. Az alapanyagok között szerepelt az utóbbi időben ásott halom térségében professzionális módszerekkel termesztett batáta, a szentesi megy, a tökmag, a mogyoró és a sütőtök. A verseny második helyezettje a Hódmezővásárhelyi Szőke Cukrászda cukrásza, Horváth Vivien által készített homokikabakos lett, harmadik helyezést ért el, és a legjobb innovációért járó külön díjat is megkapta Pap Zsófia, a Makói Pap cukrászdából hagymás állam nevet viselő alkotásával. A negyedik pedig a Szegedi Monka meseboltjától az aranyhomok. Ennek alkotói kapták meg a Magyar Cukrász Ipartestület külön díját, egy szakmai workshopon való részvételi lehetőséget. Majd az eredményhirdetést követően a jelenlévők meg is kóstolhatták Csongrád-Csanád megye tortáját. Fedett kerékpártárolókkal és több látványelemmel is bővül Kistelek. Erről kérdeztük Domonics János alpolgármestert. Fedett kerékpártárolók épülnek itt Kistelken, erről kérdezzük Domonics Jánost, Kistelekváros alpolgármesterét. Köszöntöm Önt, mit tudhatunk erről a kerékpártárolókról, pontosan hol fognak ezek megépülni? Jó napot kívánok, sziasztok! Én is köszöntöm a Kistelek TV nézőit. Igen, a kerékpártárolók ötlete, igénye, ez már nem mostani keletű, régóta tervezzük megvalósítani, keressük a lehetőséget, keressük a forrást, hogy hogyan tudnánk ezeket a kerékpártárolókat megépíteni. Ezt a folyamatot felgyorsította a Zöldváros programunknak a befejezése, mert biztosan emlékeznek a kedves nézők, hogy a Zöldváros programunk keretében került áthelyezésre a buszmegálló a gimnázium előtt a Spár áruház elé, és ez is azt generálta, hogy meg kell, hogy oldjuk minél sürgősebben az utasoknak a kerékpártárolását. Szerencsére a tavaly őszi időszakban a vidékfejlesztési program keretében be tudtunk adni egy kisebb pályázatot, aminek a megvalósítása most a napokban kezdődött el. Ez 2 kerékpártárolót érint, az egyik a kint a Spár áruház melletti kisebb kerékpártároló és a központi kerékpártárolónk itt a busz, központi buszpályaudvar mellett. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy egy tégla lábakon álló cserépfedéssel borított kerékpártárolók lesznek, amelynek az alja is természetesen ki lesz burkolva. A kerékpárok alatt betonnal, a sétányoknál pedig térkővel. Ez a két beruházás együtt a napokban megkezdődött. A központi buszpályaudvarnál volt egy kicsit nehezebb dolga a kivitelezőknek, mert itt a nagyszámú kerékpárok pont azon a helyen voltak tárolva, ahol az építkezés zajlik. Ezért először át kellett helyeznünk a régi elavult kerékpártárolókat a plébánia mellé, ezért is szeretnénk kérni az utasokat, a lakosoknak a türelmét itt az építkezés ideje alatt, ami várhatóan körülbelül egy másfél hónapig tart, addig a régi kerékpártárolókat tudják még használni, és utána birtokba vehetik a megújult kerékpártárolókat is. Emellett itt a Szent István téren 2 új látványelemmel bővült Kistelek, mik ezek, és hogyan is jött ennek az ötlete?
Igen, biztosan látták itt a jó idő beköszöntével, akik sétáltak a Szent István téren, hogy két új látványelemet tudtunk megépíteni. Ez az egyik, ami épp mellettünk áll, a lakat fal. Ezek a lakat falak nagyon népszerűek az elmúlt időszakban, sőt azokban a városokban már, például Pécsen, ahol már 28-9 éve van, nagyon szeretik az emberek, a turisták. Nálunk is pontosan ebb célból épült, hogy a fiatalok, a szerelmesek, a párok, vagy éppen esetleg a frissen házasult párok elhelyezhessenek rajta egy emlék lakatot, vagy valaki szerelem lakatnak hívja, és ez azt szimbolizálja, hogy ők innentől örökké együtt fognak maradni már, vagy éppen a turisták, ha elhelyeznek rajta egy lakatot, ez azt jelenti számukra, hogy ebbe a városba még biztos vissza fognak térni. És miután elhelyezték a lakatot, eldobhatják a kulcsot. A kulcs elhelyezésére létrehoztunk megépítettünk egy kőpersejt, ami a Szent István lovasszobor háta mögött található. Ebbe a kőpersejbe beledobhatják a lakat kulcsot is, azok, akik így szeretnének emlékezni rá, de a kőpersely alkalmas arra is, hogy pénzérmét dobjanak bele, mint a szökőkutakban más nagyobb városokban. Ennek a jelentősége pedig az, hogy egy kívánságok akkor előbb-utóbb teljesülni fog. Úgyhogy ezzel a két fejlesztéssel az volt a célunk, hogy mind a helyieknek, mind a turistáknak létrehozzunk egy olyan szolgáltatást, olyan új elemet, ami mindenki megelégedésre szolgál majd. A lakatfallal kapcsolatban nagyon fontos elmondani azt, hogy aki Kisteleken házasodik, azok számára Kistelekváros önkormányzata, ha igénylik, ingyenesen fogja biztosítani ezt a szerelem lakatot, hogy el tudják helyezni az új lakatfalunkon.